Jó reggelt, uraim! Jó reggelt kívánunk! A stúdióban itt van velünk Brenner Koloman, a Jobbik országgyűlési képviselője, Semjen Petrovszky László, a DK országgyűlési képviselője. Jó reggelt kívánunk! Hát nyilván ez talán az első, leginkább Brenner urat érintő hírrel, ami jól nem mondtam, tudom, hogy jó, ez volt a második? Teljes összefogás Dunajváros óta? Ott sikerült, és akkor először a Jobbikos képviselőt fordulok nyilván, hiszen itt is Jobbikos képviselő volt, aki mögé aztán az összes ellenzéki párt beállt. Ez a 46% az elég izmosnak, jónak tűnik, nem? 46,9, ha jól hallottam most reggel a legutóbbi és legutolsó feldolgozottság. Erre számítottak nagyjából? Ezt várták? Győzelmet is számíthattunk volna, de tudtuk, hogy ez egy rendkívül fideszes körzet, hiszen a település szerkezete olyan szerkesztőúr, én az elmúlt napokat ott töltöttem Ongától Bekecsig bezárólag, tehát ez egy szociológiailag, település szerkezetileg rettenetesen erős fideszes körzet, Dunajvárossal ellentétben, ami ugye 18-ban is a Jobbik egyetlen egyéni győztes mandátuma volt, de ott a Kálló Gergő kedves Jobbikos képviselőtársa mögé felsorakozott összes ellenzéki pártnak hála, hanem kétharmaddal tudott győzni, ugye Gergő. És itt viszont valóban, szerkesztő, ez egy nagyon-nagyon izgalmas eredmény, különösen, ha megfontoljuk azt, hogy milyen ellenszélben és milyen hihetetlen körülmények között zajlott ez az egész választás. Pillanat rájunk meg ott, hogy miért izgalmas eredmény, mert ugye Tamás azt mondta, hogy lehet ezt így is felfogni, meg úgy is felfogni, úgy is fel lehet fogni, és akkor már nyilván ezt mondja önök, meg nyilván az ellenkezőjét, hogy az 5% az nem kis különbség, sőt, most rosszabbul szerepelt 2018-ban az édesapja, mint most, pedig most aztán teljes ellenzéki összefogás volt. Bíró László eredménye hihetetlenül magas eredmény, mondjuk a korábbi eredményeihez képest, a 18-as eredményéhez képest, és még egyszer mondom, ha a körülményeket tekintjük, hogy ez mennyire fideszes körzet, és hogy a hazugság cunami, a megfélemlítés és a krumpli szent háromságában hívő Fidesz kampány. Jó, hogy mondja, legutóbbit, mennyire befolyásol? Miért van az most már hetek óta, hónapok óta, vagy hát régebről származó dolog, de mostában sokat hangsúlyozzák, hogy a minél kisebb település, annál inkább fideszes, minél nagyobb, annál inkább ugye az ellenzéknek van esélye. Nagyjából ezt így lehet összefoglalni. Itt a Tiszaújvárosban kétharmadot kapott Bíró László, szögezzük le, az egyetlen nagyobb településen. Igen, igen. Tehát, hogy miért van ez? Tehát annyira az információ áramlás jellege, gyorsasága, eljutása a vidéken, kisebb falvakban egészen más, mint a nagyobb városokban, a krumplinak nagyobb a jelentősége, mint a nagyobb városokban, vagy mi befolyásolja? Megfélemlítést emelném ki, hiszen a független polgármesterek teljesen példátlan módon, szerkesztő úr, tényleg megfélemlítéssel hajtották oda, bocsánat, nem tudok más szót mondani rá, a megfélemlített választókat, hogy nem kap közmunkát másnap. Erre van tényleg szavaz. Konkrét bizonyíték? Én magam láttam, amikor Ongán osztogatták a WC-papírt a cigány soron. Bocsánat, tehát itt a... Ezt lefotózták, felvették? Van bizonyíték. Zsurkubin.hu-n azt a fotót, azt mi csináltuk. Tehát, hogy ezek bizonyítottan saját szememmel láttam. Tehát el sem tudjuk innen ebben a kellemesen meleg stúdióban azt képzelni, hogy milyen kiszolgáltatottságban élnek ott emberek, és a Fidesz nagyon aljas módon ezt használja ki. Hogy nem történik ezzel kapcsolatban semmi jogilag? Fekete Győr András is ott volt, és hát ő is számolt be hasonló tapasztalatokról, hogy busszal vitték a választókat. Mi történik most például? A Demokratikus Koalíció tesz-e bejelentést, hogy mi a teendője ilyenkor az ellenzéknek? Igen, én még az alapkérdéshez térnék vissza, hogy szóval itt szerintem az történt, hogy egy olyan körzetben, ahol 60-70%-kal kellett volna nyerni a fideszesnek azok miatt, amiket itt az előbb említettünk, a sok-sok-sok csalásgyanú, az, hogy Müller Cecília azt mondta a hétvégén, hogy pont Tiszaújvárosban van a gócpontja éppen a járványnak, elhangzott egy ilyen, az ingyen krumplinak, ingyen laptopnak, WC-papírnak és hasonló minden egyéb körítésnek, valamint az, hogy a kis településeken évtizedek óta a Fidesz erősebb, erre felmérések vannak, ezt látjuk az adatokból. Például azért, mert a polgármestereknek kiszolgáltatottabbak, hiszen ők osztják a segélyt, ők osztják a közmunkát. Szóval a lényeg az, hogy egy olyan körzetben, ahol 60-70%-kal kellett volna nyernie a Fidesznek, éppen csak, hogy nyert. Az 51% az éppen csak, hogy nyert. Bocsánat, ugye mind a ketten azt mondják, hogy ez nagyon jó és szuper, és ennek örülnek, de mégiscsak kikapott az ellenzék jelölt. Tehát 2022-ben is azt fogják mondani, hogy nem. Hát vidéken a kisfalvokban 60-70%-kal kellett volna nyernie a Fidesznek, kevesebben nyert. Két hónap munkája van ebbe, két hónap alatt elérte az ellenzék, hogy összeállt, beállt egy jelölt mögé. Nagyon fontos, hogy nem csak a pártok vezetői értették ezt meg, hanem a szavazók is. Tehát a szavazók most elmentek,
az ellenzéki szavazók, és nem azt nézték, hogy egyébként ez a jelölt melyik pártból származik el eredetileg, honnan jön, hanem megértették, hogy ha egy jelölt mögé beáll az ellenzék, akkor van esély. Most ez éppen még kevés volt, néhány százalékkal lemaradt, de hogyha képzelj el, hogyha itt majd közös ellenzéki lista lesz, már pedig erre készülünk, ha közös miniszterelnök jelölt lesz 2022-ben, plusz a következő másfél évet végig dolgozza az ellenzék, közös program lesz, szakpolitikai program, amiben elmondjuk az embereknek, hogy milyen országot szeretnénk, akkor 2022-ben még az ilyen körzetek is át fognak billenni az ellenzéknek, nem beszélve arról a több tucat körzetről, egyébként is az ellenzék már most is jobban áll. Ez problémának. Bíró László személy eléggé vitatott volt az ellenzéki összefogásban is, tehát talán lesz majd nála kevésbé megosztó személy is. Hibázott ezzel kapcsolatban az ellenzék, mondjuk az ő jelöltségével kapcsolatban, a demokratikus koalíció is beállt mögé. Nem gondolom, hogy hibáztunk. Itt ugye az előválasztás szokás előhozni, hogy az előválasztás megoldja majd az ilyen típusú problémákat, hiszen elindulnak a jelöltek, már egy előkészítő folyamatban kiderül, hogy kit mennyire támogatnak a szavazók. Lehet, hogy Bíró László mondjuk Budapesten nem futna be egy előválasztáson. Nem az a karakter, nem az a típusú ember. De ott helyben ő egy beágyazott jelölt volt. Ő... 30, bocsánat, hogy félbe szakítalom, képviselőtársamat 31%-ot kapott 18-ban Bíró László. Ezért mondtam azt, hogy vidéken, így van, tehát vidéken, ahogy képviselőtársam mondta, egy Bíró László típusú vállalkozó helyben beágyazott. Én mentem Tarcon a Lacival, bocsánat, házról házra. Ő egy népszerű, beágyazott és elfogadott figura, és valóban én nem állítom azt, hogy mondjuk az országos propaganda médiában rázúdított hazugságdömping az nem roncsolt valamit az ő politikai figuráján, de az bizonyos, hogy nem ezen múlt, hanem a kamupártokon például, akik megint elindultak az Eszemiszom, Dínom, Dánom pártja Szanyi kapitánynak például, és pont ezek a százalékok... Ő nem indul, azok, akkor meg lehet volna? 770 szavazatot nagyon, még szorosabb lett volna. 3-4 százalék. Igen, tehát hogy én ezért mondom, hogy ugye a Fidesz mindent bevetett, és éppen, hogy csak ahogy képviselőtársam mondta, és ha nekünk most van másfél évünk valóban ebben a 106 körzetben egy az egybe kiindulni, a listák ügyében majd még tárgyalunk, és egy jó közös miniszterelnök jelöltel, akkor igenis 2022-ben felállhat az a nemzeti egységkormány, ami végre nem egy ilyen választási rendszert fog például bevezetni, hanem egy tisztességeset. Itt már is egy nagy különbség kijött, mert azt mondja a DK képviselője, hogy közös lista lesz, a Jobbik képviselője meg azt mondja, hogy a listák kérdésében én majd még tárgyalunk. Mondja. Ez normális. Mikor dönt a Jobbik? Ez nem a Jobbik döntése, ez egy tárgyalássorozat, még egyszer mondom. De az a Jobbik döntés, hogy belemegy, hogy egy lista legyen. 106-ban egy az egybe indulunk. Legyen közös, jó kormányprogramunk, ugye a legutóbbi pártelnöki találkozón. Én azt gondolom, szerkesztőasszony, ez a nézőket is sokkal jobban érdekli, hogy 2022-ben miért jön el az mondjuk a Néppárt Jobbik véleménye szerint az a jólét és szabadság kormánya, ami eddig 30 év alatt nem volt. Nem pedig az, hogy technikailag két listával lehet szavazatot maximalizálni, vagy egyel. Ez egy technikai részletkérdés. Szerintem minden egyes olyan perc, amit ezzel töltünk, az a győzelmünket veszélyezteti. Jó 106 egyéni körzet, jó miniszterelnök jelölt, jó kormányprogram. Ön szerint az emberek, bocsánat, hogy kötekedem, a programra szavaznak? Ezt látta az gondolom, elmúlt választásokban? Arra szavaztak, hogy folytatjuk. Nem többre, szavaznak. Folytatjuk. Az esélyre szavaznak. Így. Arra, hogyha azt érzik, hogy itt az ellenzékben erő van, mi azt gondoljuk, hogy az erőt az is mutatja, hogyha közös lista van. Tény, hogy ebben van különbség az ellenzékpártjai között még egyenlőre. Én azt gondolom, hogy idén ennek vége lesz, tehát idén ez ki fog tisztázódni, decemberig ennek meg kell történnie mindenhol. Mi azt gondoljuk, hogy egy, tehát egy képviselő minden körzetben, egy közös képviselő, egy közös lista, egy közös miniszterelnök jelölt, és a program emellé mutatja azt meg, és adja meg azt az esélyt a szavazóknak, hogy igen, most az ellenzéknek esélye van nyerni, elmegyek szavazni, és leszavazok erre a közös listára, vagy közös jelöltekre. Mi ezen dolgozunk, és szerintem mondom, másfél év van még, másfél év alatt ezt meg lehet csinálni. Ugye beszéltünk már arról az elején, hogy mennyire szabályos körülmények között zajlott a választás, és milyen hát jogilag kifogásolható mellékzőngéi voltak. Hát az többek között, hogy ezt a továbbiakban mennyire lehet majd kontrollálni, és egyáltalán a magyar jogrend hogyan alakul, abban nagy jelentősége lett annak a történetnek, amiről most látnak mindjárt egy kis bejátszást, ugyanis az Országos Bírói Tanács nem támogatja a Varga Zsolt András kúria elnöké választását, a DK pedig egyenesen az Európai Bizottsághoz fordult a jelölés miatt. Most mutatunk egy kis összefoglalót, és aztán megbeszéljük a képviselő urakkal ezt a témát is.
Az országos bírói tanács múlt heti határozatával úgy döntött, nem támogatja, hogy az Áder János által jelölt Varga Zsolt András jelenlegi alkotmánybíró legyen a kúria elnöke januártól, derül ki a Magyar Narancsnak megküldött határozatból. Az OBT a döntés indoklásában azt írta, elismerik Varga tudományos tevékenységét, alkotmánybíróként és a legfőbb ügyész helyetteseként szerzett tapasztalatait, nem lehet azonban elvonatkoztatni attól a ténytől, hogy a jelölt korábban a bírósági szervezetrendszerben egyáltalán nem végzett ítélkezési tevékenységet, tárgyalótermi tapasztalattal nem rendelkezik, a peres ügyek és a bírósági igazgatás terén gyakorlati múltja nincs. Mint írják, a rendszerváltás óta nem fordult elő, hogy olyas valaki vezesse a legfelsőbb bíróságot, aki korábban nem dolgozott bíróként. A demokratikus koalíció az Európai Bizottsághoz fordul azért, hogy Polt Péter jobb keze ne lehessen a kúria elnöke. Ezt már a párt európai parlamenti képviselője Rónai Sándor mondta szombaton. A DK emellett a Velencei Bizottságot is tájékoztatja a történtekről. Az első lomos ebben. Már egy picit rögtön javítom magam, mert amikor beköszöntünk a nézőknek, akkor én azt mondtam, hogy a bírósághoz fordul, a bizottsághoz, és ez egyáltalán nem mindegy, úgyhogy elnézést, tehát a bizottsághoz fordulnak. Így van. Tehát három probléma van ezzel a jelölt úrral. Ugye én ott voltam az igazságügyi bizottság ülésén, ahol meghallgattuk, és minden kínos kérdést feltettem neki, amit ő vagy nem válaszolt meg, vagy kicsusszant a válasz alól, és többször hivatkozott arra, hogy ő úgy jár el majd, ahogy a törvények megszabják, de tudjuk, hogy a törvények arra vannak kondicionálva, hogy ő a Fidesz utasításait hajtsa végre. Szóval három baj van a jelölttel. Az egyik az, amit a felvezetőben is mondtak, hogy soha az életben nem látott bíróságot belülről, nem volt bíró, nem ítélkezett, tehát nem volt, csak azért nevezhet őt bírónak, mert egy törvénymódosítással az, aki alkotmánybíró, az kérheti a köztársaság elnöktől, hogy kapjon bírói minősítést. Hát ez is egy vicc. Kettő, hogy probléma az, hogy a jogágak szétválasztása, a fékek és ellensúlyok rendszere, az mégiscsak azt jelentené, hogy aki az egyik ágon, tehát az ügyészi ágon, és ő legfőbb ügyész helyettes volt majdnem 10 évig, ott dolgozik, az nem megy át a másik ágra, és nem lesz vezetője a másik ágnak, a bíróságoknak. Hogy van az, hogy a bíróságok és a bírák vezetője lesz egy olyan, aki korábban a másik oldalon állt? De a legnagyobb baj még csak nem is ez. A legnagyobb baj az az, hogy ő 10 éve Polt Péternek a jobb keze. Már akkor az ügyészségen volt, amikor az első Orbán kormány idején azok a korrupciógyanús ügyekben nem történt semmi, amelyeket akkor felderített a sajtó, meg az ellenzék. Emlékszünk Ezüsthajó Kft-re, Országimás Központra, Kaja Ibrahimra és Josip Totra, már akkor ő ott volt, és akkor úgy hajtották végre a Fidesz utasításait, ahogy az a pártnak megfelelt és a kormánynak. Most az elmúlt 10 évben, hol a ügyészségen, hol az alkotmánybíróságon ugyanezt tette. Tehát mi azt mondjuk, hogy nincs a világon egy olyan ország, de pontosabban van talán Türkmenisztánban, ahol az megtörténhet, ami itt megtörténik, hogy egy legfőbb ügyész, amelyik a pályája arról ismert, hogy a fideszes legfőbb ügyésznek a jobb keze, azt most átrakják, és a bíróságok vezetője lesz. Tehát itt az a jogi probléma van, amit ön jelzett, hogy bizonyám meghatározza ez a bíróságok döntéseit. Tudjuk, hogy a kúriának óriási szerepe van abban, hogy az alsóbrendű bíróságok hogyan döntenek, mint döntenek. El fog tűnni ez a fajta szabadsága, bírókinevezés van, ügyáthelyezések vannak. Tehát mindazok az eszközök, amiket az elmúlt 10 évben a Fidesz a jogállam leépítése kapcsán életbe léptetett, azokat most egy olyan vezetővel 100%-ra tudják futtatni másfél évvel a választások előtt, ami nekik kedvező. Mi ezzel ellen tiltakozunk. Valahol ez érthető, nem? Hát most miért olyas valakit javasolna a Fidesz, aki nem számukra kedvező, nem hozzájuk közel álló személy? Ugye? Hát ez valahol érthető, az más kérdés, hogy szabályos-e, vagy hogy megfelel az előírásoknak. A törvényeknek, ugye a törvényeknek megfelel, hogy megváltoztatták a törvényt úgy, hogy megfeleljen. Tehát törvényesen lesz. Azt gondolom erről, hogy ez valóban egy hosszú folyamatnak egy újabb etapja gyakorlatilag. A törvényes rend pártjaként nekünk nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy ez mindenkit érint. Tehát, hogy ez nem csak arról szól, hogy most egy ilyen furcsa nevű intézményrendszer élére kikerül, hanem minden egyes bíró kinevezésébe, ami a mi ügyeinket aztán tárgyalja, és főleg az, hogy a törvényes rend, hogy van jog
amelyet egy bíróság nekem megítél, mint polgárnak. Tehát ugye ez egy olyan polgári alapvető jog, aminek kapcsán egy ilyen kinevezés hihetetlenül kártékony, és egy újabb hát lépés az állam megszállására, amit a Fidesz, az egypárti túlhatalmat képítő Fidesz művel. És egy mellékgondolat, azért lássuk, hogy itt is hogyan is történt ez, hogy köztársasági elnöki engedéllyel, ugye? És akkor most ehhez hadd kapcsoljam mindjárt azt a közjogi csomagunkat hozzá, miszerint ugye, ha vissza akarjuk állítani a normálisan működő polgári demokráciát, akkor a Jobbik azt javasolja, hogy legyen közvetlen államfőválasztás és kétfordulós parlamenti választás, hogy állítsuk vissza valóban a fékek és ellensúlyok rendszerét, amit egyébként magyarul így mondunk, de egyébként sokkal jobb az angol eredetiben és a német eredetiben, ugye nekem német az anyanyelven. Tehát itt arról van szó, hogy nem lehet egy pártnak ilyen dominanciája, hanem mindig van a hatalmi ágakban olyan, aki az orrára koppint, amikor olyanokat tesz, mint most mondjuk vasárnap. Ugye ez egy fontos szálit, hogy ez a mindennapokban érinti az életünket, az, hogy ki a kúria elnöke, pedig nem hiszük, hogy érinti. Például a DK rengeteg feljelentésre sajtópereket indít, amikor hazugságok jelennek meg a kormánypárti sajtóban. Vagy olyan egyéb intézkedéseket, vagy egyéb jogi lépéseket teszünk közérdekű adatigényléstől egy csomó minden egyéb dolgot, ami jogi útra tereli az ügyet, abban a végén bíróságok döntenek, és nekünk ott számottevő sikereink voltak az elmúlt 10 évben. Kipereltünk adatokat, nekünk adtak igazat sajtóperekben bíróságok. Az hát a meg a legvégén a kúria van, a tehát egy csomó, hogy a kúria dönt. A legvégén a kúria van, most a Nemzeti Adatvédelmi Hatóság ellen a kúrián vesztettünk el pert, és amiatt kell például bírságot fizetnünk. Tehát csak azt mondom, hogy mindannyiunk életét érinti ez a kérdés, és ezért nagyon fontos, hogy ki ül ott, egy Fidesz báb ül ott, egy Polt Péter 2 ül ott, vagy pedig egy kvázi független személyiség. Uraim, köszönjük szépen, hogy elmondták mindezt. Köszönjük, elszaladt itt a kora reggel. Köszönjük.